Debrecenben vagyunk. Most kezdte a Magyar Péter a beszélgetést. Nézzétek, mennyien vagyunk! Mindannyian változást szeretnék, amit csak együtt tudunk elérni. Amint tudjátok, az utóbbi hetekben az országot járom. Békés megyében kezdtem. Majd Baranya, Tolna, Vas megye és Veszprém megye következett. Most pedig itt vagyunk több tízezren a Magyar Reformátusság központjában, a történelmi Debrecenben. A kormány propaganda azt próbálja súlykolni, hogy ti és a Tisza párt csak egy belpesti média hack. Az ellenzéktől pedig 14 éve azt hallgatjuk, hogy Orbánékat ilyen körülmények között nem lehet leváltani. Hogy vidékre nem érdemes menni, hogy a fiatalokat nem érdekli a politika, hogy a propaganda falát nem lehet átütni. Nézzetek körül, mi a valóság? Még két hónapja sincs, hogy a budapesti Andrássy úton találkoztunk. Hogy megtartottuk április 6-án az utóbbi évtized legnagyobb politikai demonstrációját. A Tisza párt hétről hétre, napról napra egyre nagyobb, egyre többen vagyunk. Bárhol! Bárhol járok az országban, a legkisebb falvakban is százak, a nagyobb városokban pedig sok ezren tesznek hitet egy új, békés, modern, élhető Magyarország mellett. És kedves barátaim, ma pedig bárhogy is áskálódnak, bárhogy is szervezkednek, ma pedig megtartjuk az utóbbi évtizedek legnagyobb vidéki politikai demonstrációját, és a valaha volt legnagyobb anyák napi rendezvényt. Élünk. Mindannyian érezzük a lendületet, a vágyat és a reményt, hogy most képesek leszünk érdemi változást elérni. Mára-már a magyar emberek döntő többségének elege van az hatalmi elit összefonódásából, a gyűlöletből, az apátiából, a propagandából és a mesterséges megosztottságból. A magyarok ma együttműködésre, szeretetre, összekapaszkodásra és békére vágynak. Rendkívül megható, hogy az ország minden tájáról, sőt külföldről is rengeteg magyar ember jelentkezik
hogy tenni akar a hazájáért, hogy változtatni akar. Egyre többen érzitek, hogy most vagy soha. Ha most nem maradunk csendben, ha most képesek vagyunk közösen cselekedni, akkor lezárhatjuk ezt a 20 évet, ami Magyarországot az Unió második legszegényebb és legkorruptabb tagállamává tette. És miután lezártuk a múltat, újjáépíthetjük ezt a gyönyörű országot. Anyai nagyapám Erős Pál 11 évesen, 1945-ben a világháború végén került Debrecenbe, és lett a debreceni református kollégium diákja. Így írt erről az évről. Ősszel már ott kergetőztem Debrecenben az öreg iskola udvarán. A háború utáni esztendők keserves gondjairól mi, kisdiákok, a magunk módján tudtunk, hiszen álmunkban olykor mi is szirénázást, ágyudörejt hallottunk, frontot, fogságot megjárt tanárok és idősebb diákok hadijárvák között éltünk. A politikai küzdelmektől hangos külvilág zaját jótékonyan felfogta a kollégium vastag fala, és az újrakezdés nehéz éveiben az állandóság higgadt nyugalmát árasztotta. A régi szokások szerint zajló kollégium életben a szegénység, a sovány konviktuszi poszt nem okozott gondot, sokkal inkább a rendíthetetlen megmaradás bizonyítéka volt. Akkoriban este 9-kor még megszólalt a nagy templom öreg harangja, a sok elfáradt, kicsit már szendergő gyereket a nagyobbak esti imára zavarták, és a félhomályba vesző, recsegő padlójú nagy oratóriumban a megyeházáról mentett hatalmas aranykeretű Kossuth és Széchenyi festményekkel szemben a szürke padokba kuporodva az ima alatt minden este találkoztunk a történelemmel is. Mit jelentett nekem a debreceni református kollégium? A távoli apámat pótolta. Amióta pedig ő már nem él, és én messze kerültem, azóta a kollégium egyedül figyeli a sorsomat. Legalábbis én magamon érzem a tekintetét, és félőn tisztelem. Kedves barátaim, anyák napján köszöntünk minden édesanyát, akik felnevelik, óvják és gondoskodnak, vagy gondoskodtak a gyermekeinkről. Az anyák napja szól az édesanyákról, szól a nagymamákról, szól a dédnagymamákról, de szóljon a jövendő édesanyákról is. És arról is, hogy akik szeretnének, és akiknek akár természetes úton, akár orvosi segítséggel, vagy örökbefogadás révén megadatik, azok biztonságban, megbecsültségben vállalhassanak annyi gyereket, ahányra vágynak. Az anyaság egyik oldala a boldogság, amit a gyermekvállalás ad, de ugyanakkor felelősség is. Hiszen ha nem látod a biztonságot, ha nem tudsz tervezni, ha nem tudod a gyermekednek biztosítani mindazt, amit szeretnél, akkor százszor is meggondolod, hogy belevágjál. Mi az anyaság? Örök boldogság, de egyben örök aggodalom is, hogy milyen is az a világ, milyen is az az ország, ahová a gyermekünk születik. Meg tudom-e adni neki a feltétlen szereteten és gondoskodásom mellett az anyagi biztonságot? Meg tudom-e adni neki a lehető legjobb oktatást? Ha beteg, lesz-e, aki meggyógyítja? És ha velem történik valami, megkapja-e azt a gondoskodást,
amit én adhattam volna neki. Az emberek nagy részében ösztönösen ott van a gyermek iránti vágy, de elfojtják magukba, ha nem látják biztosítottnak a maguk és a gyermekük jövőjét. Ma már társat találni és nehézségbe ütközik, ha valakik egymásba szeretnek. A családalapítás elé meg annyi akadály gördül, kezdve a megélhetéssel, lakhatással, a kiszámítható életpálya hiányával. A munkába való szülés utáni visszatérés sokszor még mindig leküzdhetetlen akadályt gördít az édesanyák elé. Biztos, kiszámítható és békés jövőkép kell, hogy az anyaságra készülő döntés előtt álló családoknak ne kelljen választania a megélhetés és a vágyott számú gyermekek között. Ennek együtt kellene sikerülnie. Anyák napján a szívünk szakad meg, amikor egy olyan képre gondolunk, amikor egy átlagos, magyar, nyugdíjas nagymama a boltban számolgatja a pénzét, mit elég ki belőle. Mindannyian láttunk már ilyet. Láttunk már gyógyszertár előtt álló, elkeseredett időseket, akiknek nem telhet gyógyszerre. A családi pótlék összegét 2013-ban befagyasztotta az Orbán kormány, és azóta változatlan összegű juttatás az Európa-bajnok inflációnak köszönhetően gyakorlatilag elvesztette az értékét. 12.200 forint! 12.200 forint! Az egygyermekes családoknak juttatott havi családi pótlék. Ez 30 euró. Ha ezt bárhol Európában elmesélik, senki nem fogja elhinni. Teljesen új rendszerre lenne szükség, ahol a szociális támogatás valóban szociális alapon ér célba. Ha a Tisza párt bizalmat és felhatalmazást kap a magyar emberektől, a családi pótlékot azonnal a duplájára emeljük, és infláció követővé fogjuk tenni. Hiszünk abban, hogy minden magyar gyermek egyformán fontos, függetlenül attól, hogy milyen családba születik, hogy esetleg a szülei egészségügyi, vagy más okból kifolyólag nem tudnak dolgozni, és ezért adókedvezményt érvényesíteni. Nem csak a gyermekek és a családjuk érdeke, hogy minden magyar gyermek élhető és megfelelő körülmények között nőjön föl, magas színvonalú oktatást kapjon, hanem nemzeti érdek. Hiszen ha segítünk, ha odafigyelünk, akkor egy hazáját szerető és azért dolgozni képes és akaró felnőttet fogunk nevelni minden magyar gyermekből. És természetesen az egykor jól működő, modellszerű, mára teljesen kivéreztetett védőnői rendszert is azonnal helyre kell állítani. Tőlünk nyugatra, de lassan már bármelyik égtáj felé egy dolgozó nő minden további nélkül tisztességgel fel tud nevelni egy, de akár két gyereket is. Ha a házastársa elhagyja a családot, vagy ne adj Isten meghal, a megélhetés akkor sem válik ezekben az országokban megoldhatatlan kérdéssé. Ma Magyarországon az egyedülálló nők többsége nem tudja, hogy cipőt vegyen a gyermeknek, a külön órákat fizesse, vagy esetleg a számlákat fizesse be. Egy színházi előadásra, vagy egy koncertre elvinni egy családot ma sokaknak luxusnak számít. Ez szégyen. 2024-ben, 34 évvel a rendszerváltás után, valóban ilyen jövőt álmodtuk meg magunknak? Hol van az Uniótól érkezett 40 000 milliárd forint,
amiből újjá lehetett volna építeni ezt a gyönyörű országot. Ne felejtsük el! Ne felejtsük el! Senki ne felejts el, hogy ennek a pénznek a feléből a háború után újjáépítették a porigrombolt Németországot. Hol van ez a pénz? A kórházakban? Az iskolákban? A szociális szférában? A gyermekvédelemben? Az európai fizetésekben? A nyugdíjakban? Nem. Ezen uniós forrásoknak a jelentős része ma magántőke alapokban, jachtokban, kastélyokban, hotelekben, bordói borászatokban, belgrádi irodaházakban, vagy offshore számlákon áll. Mondjuk ki, ma Magyarország egy családi részvénytársaság. És mi, kedves debreceniek, ennek véget fogunk vetni, és feloszlatjuk az Orbán, Tiborcz, Mészáros részvénytársaságot. Az állampárt éjszakára kikapcsoltatta itt a téren a webkamerákat, és Kósa Laliék hajnalban, suttyomban, ahogy a bűnözőkhöz illik, az adófizetők pénzén a lámpaoszlopokra nadrágszíjas képeket akasztottak. Köszönet Kósa Lajosnak, hogy megértette az idők szavát, és segít a Tiszának még erősebben áradni. Szerettem volna, ha kaptok egy kis ízelítőt itt Debrecenből. Köszönöm szépen, hogy velem voltatok. Nyilván a két órás rendezvény minden mondata elérhető. Nem lesz azt több nadrágszíj összehúzás, nem lesz több lopás, ha a Tisza párt hullámaival tartotok.